Stranig Néglad Zsuzsa vagyok, testnevelő tanár, edző és gerinctréner. Prevenciós komplex gerinctornámmal szeretnék hozzájárulni a rendszeres, gyakoribb testmozgáshoz és ezen keresztül az egészséges életmódhoz. Mobilizáló, erősítő, nyújtó gyakorlataimat minden korosztálynak ajánlom. Maradjunk mozgásban, tornázzanak velem! Állatpicit csúsztassuk hátra, húzzuk be, fejtetővel próbáljuk meg fölfelé nyújtózni. Vállat félkörébe emeljük hátra, és toljuk hátra lefelé. Medencét egy picit billentsük be, hasizmokat feszítsük meg, picit szorítsuk meg a farizmokat. Innen indulunk. Emeljük ki az egyik karunkat, forduljunk utána, engedjük vissza. Másikat emeljük és fordítsuk hátra a fejünkkel együtt, engedjük le. Emeljük, fordítjuk, vissza leengedjük. Közben a csípőnkkel nem mozgunk, az végig szembe tartott, és egyre magasabbra emeljük a karokat, forduljunk utána fejjel, mellkast emeljük jól ki, lapockát húzzuk jól hátra, és közben még figyeljünk a levegőre is. Kifújjuk a levegőt, vissza beszívjuk. Kifújásra hátra, beszívásra előre, kifújásra hátra, beszívásra, előre emeljük a karokat. Emeljük fel oldalsók középtartásba a karokat, tenyerek nézzenek felfelé, és mehet 8-as alakban karforgatás, szépen vidd hátra, hozd előre a vállat, hátra, előre. Forgatjuk a vállat, és 8-as formát rajzolunk a levegőbe, egy fektetett 8-ast. Picit érdrugóval kövessük a mozgást, és lehajtjuk a fejet, picit megemeljük. Lehajtjuk, megemeljük. Előre a két váll, ki a mellkas. Előre, hátra, előre, hátra, előre, és zárjuk a karokat előre, engedjük le a vállat, toljuk meg jól előre, húzzuk hátra. Csak a vállunk dolgozik, próbáljuk tartani a derekat, törzset, és közben még le is engedjük a vállakat, csak előre, hátra toljuk és húzzuk, a lapockánk dolgozik, utolsó, előre, és leengedjük a karokat. Billentsük a medencét hátra, és előre. Behúzzuk a hasat, kitoljuk a feneket. Derekunkat mozgatjuk szépen, játszunk egy kicsit a derekunkkal, csípővel jól átmozgatjuk, közben a karokat, vállokat tartjuk szépen hátra feszítve. 3, 2, utolsó, jó. A bokatornánkkal folytatjuk, előre emeljük a lábat, és pipálunk, spiccelünk. Egyik lábon támaszkodunk, a sarok vagy a lábúj mindig érjen le, közben szépen a hátat húzzuk ki. Visszafeszítjük, lefeszítjük, és emeljük a karokat hozzá, vára, mélytartásba, vára, mélytartásba. A támaszláb picit legyen hajlított, még 2, utolsó, és zárunk. Másik lábat emeljük előre, ugyanez a feladat vele, a bokát tornáztatjuk, visszafeszítjük, lefeszítjük, fölhúzzuk a lábujjat, lefeszítjük, emeljük oldalra a karokat, és most már tarkóra emeljük, és onnan nyújtjuk oldalsó középtartásba. Egy lábon állunk, a másik lábbal éppen csak érintjük a talajt néha. Pipálunk, spiccelünk, emelt ki a mellkast, oldal dolgozza kezeddel, utolsó, és zárunk. Emelkedj lábujjhegyre, lassan gördülj le, és emeld fel a lábujjadat sarokra. Lábujjhegyre emelkedünk, és sarokra gördülünk. Szépen lassan gördülünk, figyelj arra, hogy ne zuhanjál, hanem emelkedjél, és ereszkedjél. A karmunkával picit segítünk egyensúlyozni, kiemeljük hátra, előre emeljük. És kiemeljük hátra, megállunk lábujjhegyen, megállunk a sarkunkon, lassan emelkedünk, sarokra érkezünk, nem könnyű feladat, kicsit én is billegek, még egyszer sarkon megtartjuk magunkat, és leengedjük helybenjárás, karokkal dolgozzunk oldalt, emeld egy picit a térdet. Jó, karok oldalt előre-hátra mozognak, ellentétesen a lábbal. Emeljük oldalra a karokat, innen nyújtsuk föl, engedjük le. Még magasabbra, Y-ba, engedjük le. Kövessük a lábmozgással, hajlítjuk a térdet, kinyújtjuk, felnyújtózkodunk.
le a karokat. Dupla V-be, lábujjhegy, leengedjük. Lezárjuk a karokat, kifelé fordítjuk, fölnyújtjuk tenyerek befelé. Hátra letoljuk, hajlítjuk könyököt hátra. Fölnyújtózunk, leengedjük. Hátra kifelé a kar, könyök hátra, Y-ba nyújtózunk, leengedjük. Hátra le, zár a könyök, fölnyújtózunk. Egy utolsót, vállak hátra, mellkas ki, lábujjhegy, és leengedjük a karokat. Megint mehet egy kis helybejárás, és emeljük a karokat egyszerre föl, oldalt hátra le. Belenyújtózunk, kifújjuk a levegőt, föl, és hátra le. Fölnyújtjuk, leengedjük, próbáld jól hátra húzni a karokat, végig oldalt engedd le, utolsó, föl, és le. Maradjon a csípő szépen széles terpeszállás egyelőre. Hajoljunk oldalra, fül mellé húzzuk a kart, emelkedjünk vissza. Másik irányba ugyanígy toljuk egy kicsit ki a csípőt, nyújtsuk ki a könyökünket, húzzuk egész fül mellé, emeljük vissza. Kifújjuk a levegőt, beszívjuk, kifújjuk, beszívjuk. Oldalra kilépéssel folytatjuk a törzshajlítást. Kilépünk, kifújjuk a levegőt, visszaered, emelkedünk. Hajlítsuk be a térdet a kilépésnél, emelkedjünk vissza. Kifújjuk a levegőt, húzzuk el oldalra jól a kart, bátran lépjünk ki most már szélesebben, nyújtózzunk meg jól, nyújtsuk ki a karokat, fejet tartsuk emelve, ha nyak mindig a gerinc meghosszabbítása legyen, akkor tartjuk jól a fejünket, kinyújtózunk, visszaemelkedünk, másik kézzel támaszkodjunk, de a vállat engedjük le, ne húzzuk föl, még kettőt, utolsó, és visszaemelkedünk. Megint mehet egy kis helybejárás, emeljük előre a karokat, és fordítsuk el a mellkast, egyszer egyik irányba, egyszer másik irányba. Hiába mozog a lábunk, a csípőt tartsuk szembe. Egyik irány, zár. Másik irány, zár. Hátra, utána nézünk, zárunk. Utána nézünk, zárunk. Jó, a törzsfordításokat most hátra lépésekkel kötjük össze. Ugyanígy emeljük először előre a karokat, lépjünk hátra. Fordítsuk el a törzset, nézzünk a kezünk után, és zárjuk vissza a lábat. Másik lábbal lépünk hátra, fordítunk, és visszazárunk. Tehát, ha bal lábbal lépünk hátra, a bal kart lendítsük hátra, forduljunk el balra. Aztán az ellenkező irányba. Fordítsuk ki egészen a törzset, lábfej kifordulhat egy kicsit a hátra lépő lábon. Fordulj el, nézz a kezed után, zárd vissza a kart, még egyszer fordulj hátra, és zárjál vissza. Jó, emeljük a térdeket előre, szépen egyenes háttal. Egyszer az egyik térdet letesszük, másik térdet letesszük. Húzzuk ki a hátat, tartsuk a törzset egyenesen, csak a lábunk dolgozik. Próbáld vízszintesig megemelni a térdet, annélkül, hogy a törzseddel hátra dőlnél, vagy puposítanod kéne. És megemeljük a térdet, kinyújtjuk előre, hajlítjuk és lezárjuk. Emeljük, nyújtjuk, hajlítjuk, zárjuk le. Próbálj egy lábon egyensúlyozni, ugye ez is egy nehéz egyensúly gyakorlat. Ha semmiképpen nem sikerül, akkor inkább maradjon lejjebb a lábad, közel a talajhoz, és néha érintsd le. Ha megy, emeld magasabbra. Közben tartjuk a törzset, kar, zár, nyit. Le, megemel a láb, előre nyújt, húzd hátra a kezed, tedd le, emeld oldalra, nyújtsd a lábat, húzd hátra. Egy utolsó, emel, nyújt, vissza, és letesszük. Maradjon a csípő széles terpesz. Told jól hátra a csípőt, nyújtsd ki a térdet. Hátra, levegő kifújásra gyere föl. Tudjátok, sarkat bele kell tolni a talajba, törzset tartjuk egyenesen, és a csípőt told jól hátra, vállakat letolva. Amikor elindítjuk fölfelé a guggolást, kifújjuk a levegőt. Mármint a lábnyújtást indítjuk el fölfelé. Guggolás, és föl, le, és föl. Jó, ezt a guggolást összekötjük a saroklendítéssel hátra. Először leülünk, aztán fölhúzzuk a sarkat. Le, és föl.
Sarkat próbáld meg egész hátra lendíteni. Feszítsd meg hátul a combhajlítókat. Azt kell érezni, hogy elől a combfeszítők pedig nyúlnak, ahogy hátrafelé húzod a sarkat. Beülünk, hátra a sarok. Lent, fönt. Lent, fönt. Négyet, hármat, kettőt, utolsó. Jó. Emeljük fel a térdet, és húzzuk kifelé, körbe. Jó, most egy picit a csípőt mozgatjuk át. Keresztbe emeljük a térdet, és úgy húzzuk kifelé. Közben mellkassal maradjunk szembe. Jó, keresztbe, és kifelé, keresztbe, és kifelé. Szépen a törzsünk egyenes, húzzuk ki a hátat. Négy, három, kettő, és utolsó. Jó, egyik lábat megint előre emeljük, egyenes háttal döntjük a törzset, kifeszítjük a hátat, letámaszkodunk a térdünkre, és pupos háttal fölgördülünk. Egyenes háttal döntünk, támaszkodunk, felgördülünk. Közben az előre emelt láb, az végig figyelünk arra, hogy nyújtott legyen, fölfelé feszítettek a lábfejek, és megpróbáljuk úgy csinálni a gyakorlatot, hogy érezzétek, hogy a combhajlítók, farizom nyúlik hátul kellemesen, ahogy a mellkas, toljuk előre, és jön a másik láb. Előre emeljük, sarok a talajba, visszafeszített lábfej, nyújtott térd, hátul lévő térdet picit hajlítsd. Döntsük a törzset előre, és emelkedjünk föl. Döntsük előre, emelkedjünk föl. Karokat emeljük oldalra, támaszkodjunk le, gördüljünk föl. Homorítunk, leakad, föltoljuk magunkat. Egyenes a hát, letámaszkodunk, fölgördülünk, még kettőt, támaszkodj, told föl magad, és utolsó, dönt a törzs, letámaszkodunk, és fölgördülünk. Jó, megpróbáljuk megnyújtani a combfeszítőket, ami nem egy könnyű feladat állásban. Ha bizonytalan vagy, akkor kapaszkodjál nyugodtan meg, akár egy széket lehet támaszként használni. Jó, tehát megcsináltad úgy a feladatot, hogy megfogod a széket, hátra húzod a sarkat, a medencét billented, térdet picit emelt hátrébb, és állj meg egy kicsit, érezze, hogy előnyúlik a combod és a csípőizomzat. Ha el tudod engedni a széket, engedd el, és ha még meg tudod emelni a karod, akkor ez egy extra jó nyújtó gyakorlat. Próbálj meg egy lábon egyensúlyozni, és hátrahúzni a sarkat. Jó, engedd le a kezed. Ha nehezedre esik, végig kapaszkodva végezd a feladatot. Másik lábbal ugyanígy, fogd meg, húzd hátra a sarkat, húzd be a hasat, térdet zárd a másik térd mellé, húzd még egy picit hátrébb, és ha meg tudod emelni a kezed, és belenyújtózni, akkor nagyon ügyes vagy, és nagyon klasszul meg tudjuk nyújtani a combfeszítőket, és egyben a törzs és a vállizmokat is. Jó, engedd le. Letérdelünk. Térdelő támasz. És a nyújtó gyakorlatokkal, mobilizáló gyakorlatokkal kezdünk. Szépen lassan csúsztasd előre a kezed, egészen homorításig, egész addig, hogy a mellkas szinte leér, a csípőt told jól hátra, nyújtózz bele ebbe a helyzetbe, majd támaszkodj vissza az egyik kézzel, a másik kézzel, és told fel magad térdelő támaszba. És csúsztatunk előre, csípőt told hátra, hosszan előre a kar, mellkas nyomd le, fejed kicsit emeld meg, támaszkodj, másik kézzel told föl magad. Csúsztatás, nyújtózás, zárd a kart, másikat told föl magad, és csúsztas, csípő hátra, mellkas le a talajhoz, zárás, zárás. Föltoljuk, még egyszer csúsztasd, ilyenkor még hátrébb a csípő, mikor elindítod a csúsztatást. Tartsd meg lenne a mellkast, zárj az egyik kezeddel, zárd a másik kezeddel, és told föl magad. Kicsit előrébb sétálunk a kezünkkel, és női fekvő támaszokat próbálunk végezni. Itt, ha könnyebben akarod a gyakorlatot, akkor maradjon a karod közel a térdedhez, úgy engedd a mellkast a két kéz közé, válszélességű legyen a kartámasz, ide engedd le, innen told vissza. Ha nehezebbet akarsz, edzésbe vagy,
akkor picit sétálj előrébb, itt nagyon fontos, hogy végig szorítsd a hasat és tartsd a derekat. Itt engedd le magad, és tolt föl. Beszívjuk a levegőt, kifújásra tolt föl. Végig tart szépen a hátat egyenesen, mint egy asztallap olyan egyenes legyen, azt képzeld el, hogy rajta van egy tálca, és ha rosszul csinálod, bizony le fog billenni. Toljuk föl, beszívjuk, kifújjuk a levegőt, beszívjuk. Jó, fölemelkedünk, kicsit kirázzuk a karokat, megérdemeljük. Pihenjünk egy picit, egyik könyököt fog meg, húzd el hátra, ezzel megpróbáljuk megnyújtani a tricepszet, vállat. Tartsd meg, fejed mögött legyen a könyököd, aztán a másik könyököt hajlítsd be, és húzd el hátra a fejed mögé. Jó, engedd le a karod, helyezkedjünk vissza térdelő támaszba, és szép lassan megemeljük a térdet egészen fekvő támaszig. Megtartjuk magunkat, figyelünk arra, hogy toljuk fel a két lapocka közti részt, hasat behúzzuk, tartjuk, a sarkat egy picit tartsuk emelve, és lassan vissza leereszkedünk. Pihenj egy kicsit, megint föltoljuk magunkat fekvőtámaszba, számolok lassan 10-ig, addig próbáld meg tartani. És tolt fel magad, tartsd meg. 10, 9, 8, hasat húzd be, szorítsd a feneket, figyelj, hogy ne legyen magasan a fenék, a derekat semmiképp ne lógass be. 3, 2, 1, visszahelyezkedünk, és megint pihenünk egy kicsit. Ez se volt könnyű feladat, úgyhogy ha elfáradtál, ne csodálkozz rajta. Ilyenkor természetesen korábban is leteheted a térdet, fontos, hogy betartsuk a fokozatosság elvét. Jó, feküdjünk le a hasunkra. Homlokot támasszuk le. Tegyük hátra a két kart a csípőhöz. A lábfejeket feszítsük vissza, szorítsuk a feneket, húzzuk be a hasat, köldököt. Innen hátra fölfelé fordítsuk a két kart, engedjük vissza le. Fordítsuk kifelé a tenyeret, hüvelyek úgy fölfelé, toljuk hátra a vállat, zárjuk a lapockát. Végig feszítsd a feneket, végig húzd be a köldököt, a homlok lent, és hátra lefelé forgatjuk és toljuk a vállakat. Jó, folytatjuk lábemeléssel. Egyik lábat megemeljük, mikor a két kart emeled, és lassan visszaengedjük. Nagyon fontos, hogy itt is tartsd a behúzott hasat, a feszített farizmot, akkor is, ha éppen nem azt a lábat emeled, és csak picit emeld a lábat, a medence csontod, a csípőd végig maradjon a talajon. Jó, tehát pici lábemelés, nagy nyújtózás, hátra a karra a vállal, kifelé fordítva a kart, a homlokod végig lent a talajon. 3, 2, utolsó, oldalra emeljük a karokat. Végig lent van a homlokunk, végig szorított a farizom, és végig behúzott a has. Ez nagyon fontos, hogy megtartsd, akkor nem fog fájni a derekad, legalábbis reméljük. Két kart emelt, fordítsd fölfelé a hüvelyek ujjat, lassan engedd vissza. Emelt, zárd a lapockát, lassan engedd vissza. És folytatjuk a lábemeléseket, de csak pici lábemelés legyen. A csípő medence végig maradjon a talajon. Zárjuk a lapockát, figyelj, hogy a hüvelyek ujjat fordítsd hátra fölfelé, onnan engedd le. Még 2. Utolsót, és lehúzzuk a karokat. Dupla V-be helyezzük a karttartást, és innen nyújtsuk előre föl az egyik kart, majd húzzuk vissza. Másik kart, húzzuk vissza. Emeljük meg mind a két kart a talajtól, és így folytassuk a karnyújtásokat. Előre Y-ba, húzd vissza dupla V-be. Közben figyelünk, hogy a farizmunk feszített, a lábúj visszafeszített, a hasat pedig húzd be, és végig fönt van mind a két kar a levegőben, hátra lehúzzuk mindig a végén a könyököt, onnan nyújtózunk bele a mozdulatba, még 2, utolsó, és letesszük a karokat. Tedd a homlokod alá a kezed, és szép lazán himbáld a csípőt jobbra-balra, lazítsuk egy picit ki a derekunkat, szépen lazán.
Jó, támaszkodjunk meg elől a kezünkkel, lehet szélesebben támaszkodni. Toljuk föl magunkat úgy, hogy a hasunk lemarad, fejtetővel nyújtózzunk meg, vállat toljuk hátra lefelé, farizmot szorítsuk. Engedd vissza le. Próbáld meg megtalálni a kényelmes távolságot, ha előrébb teszed is szélesebben, így nem tudod annyira föltolni magad, de ha neked ez kényelmes, válaszd ezt. Hogyha kicsit közelebb húzod és szűkebben, akkor magasabbra tudod föltolni, de nem biztos, hogy mindenkinek ez kell. Figyeld, hogy mi az, ami még jól esik. Farizmot szorítjuk, hátat lazítjuk, beszívjuk a levegőt, kifújásra vissza, még egyszer. Beszívjuk, vállat hátra lefelé toljuk, fejtetővel nyújtózunk előre, és lassan engedjük vissza magunkat. Forduljunk át a hátunkra. Ezek már picit kényelmesebb gyakorlatok, mint a hasonfekvősek. Fölhúzzuk egyszer az egyik térdet, aztán a másik térdet. Húzd a mellkas felé a térdedet. Az a jó, ha érzed, hogy a farizmod és a derekad kellemesen nyúlik. Jó, most fölhúzzuk az egyik térdet, a másikat kinyújtjuk előre, sarokkal nyújtózzunk előre felé, maradjon a levegőbe a sarkunk. És folyamatosan váltva húzzuk és nyújtsuk a térdet. Fejünk még lent van, vállunk lent van, és húzd magadra jól a térdet, sarkat told előre, nyújtózz meg vele. Közben a derekat behúzzuk, hasat feszítjük, figyelj arra, hogy a hasad ne domborodjon előre, jó, és a derekad maradjon a talaj közelébe. Úgy mondjuk, hogy neutrális tartásban nem kell nagyon leszorítani, de ne is emelkedjen el. Megemeljük a fejet, vállat előre, toljuk egész a csípő borda felé, és így folytatjuk a lábtolást és nyújtást. Folyamatosan szívd és fújd a levegőt. Itt aztán nagyon lehet érezni, hogy dolgozik a hasizmunk. Próbáld behúzni a köldököt továbbra is. Mindig fújd ki a levegőt, ahogy nyújtod a lábat előre. Ezzel segíted a hasizom munkáját. 4, 3, 2, lefekszünk. Nyújtsd fel az egyik lábat, húzd magadra, a másik lábat nyújtsd ki. Pipáljál, spicceljél a lábfejekkel, folyamatosan húzd magadra a lábat. 4, 3, 2, és zárjuk a lent lévő lábat, engedjük lassan vissza. Zárjuk, engedjük vissza. Mindig folyamatosan húzzuk a lábat magunkra, amikor emeljük fel a lenti lábat, akkor még jobban próbáld magad felé húzni, kifújjuk a levegőt lábemelésnél. Beszívjuk, még egyszer, és most cseréljük meg a lábtartást, húzzuk magunkra a fent lévő lábat, másikat nyújtsuk ki, pipáljunk, spicceljünk, húzzuk magunkra a függőleges lábat, a másik lábbal nyújtózzunk előre, maradjon az is a levegőbe, és mehet a lábzárás, lábengedés. Fölhúzzuk magunkra, leengedjük. Tartott lábat húzd a mellkas felé, engedd vissza a másikat. Zárd mellé, engedd vissza, zárd mellé, és engedd vissza. Jó. Engedjük le a lábakat a talajra, karokat nyújtsuk ki oldalt, forduljunk el mellkassal, próbáljunk átnyúlni a másik kezünkbe, a csípőnk maradjon lent a talajon. Egyszer az egyik kézzel kifújjuk a levegőt, beszívjuk, kifújjuk, beszívjuk, kifújjuk, beszívjuk, folyamatosan. Váltjuk az oldalt, medence lemarad. És most csak a két lábbal, csípővel forduljunk jobbra-balra, mellkas, lapocka, váll maradjon a talajon, szép lassan. Egyik irányba fordítjuk a csípőt, lassan a másik irányba. Beszívjuk a levegőt, kifújjuk, beszívjuk, kifújjuk. Vállak lent a talajon végig. Utolsó. Jó. Üljünk föl. Szépen oldalra fordulunk először mindig, és utána helyezkedjünk el, toljuk föl magunkat ülésbe. Húzzuk ki a hátat egyenesen, és nagyon egyenes háttal dőljünk előre. Figyeljünk arra, hogy a hátunk maradjon szépen egyenes, inkább ne is dőljünk előre, ha csak pupos háttal tudunk előre menni, hanem emeljük ki a mellkast, és akár itt is érezhetjük azt, hogy megtörténik a nyújtás, hogyha nem dőlünk előre. Ha tudjuk tartani az egyenes hátat, tolhatod magad egy kicsit előre. Előre nyújtjuk a kart, kifújjuk a levegőt, beszívásra visszaemeljük.
Másik karral nyújtózz előre, emelkedj vissza. Kifújjuk a levegőt. Beszívjuk. Kifújjuk. Jó. Térdeljünk föl. Emelkedjünk föl térdelésbe. Nyújtózzunk meg fölfelé. Előlengedjük vissza a kart. Pupasítsuk. Emelkedjünk föl. Nyújtózz meg. Ereszkedjél vissza. Még egyszer emelkedjünk föl. Belenyújtózunk a térdelésbe. Föl a kar váltva egyik karral, másik karral, és engedjük le. Egyik lábbal megint lépjünk előre, támaszkodjunk meg a karunkkal, és egyenes háttal toljuk föl magunkat állásba. Egy utolsó légző gyakorlat, beszívjuk a levegőt, megnyújtózkodunk, és kifújással leengedjük. Beszívjuk, nyújtózás, kifújásra vissza, föl, megnyújtózkodunk, leengedjük a karokat, és egészségetekre!